sírom, tudom, ha nem úgy áll. Ha nevem mélyebb, és te a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor rég lejárt, mert ezt majdnem csinítem. De a kutatom, ha felmegyek, hogy más én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tőlem vár. A borának a vinforál engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön pec voltam, de elég már a sérom. Hangbőrrendel csapán így szól ez a pusztító tűz.
fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán még nyilváns hit éreztem, többé már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrend el, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. Itt a pénz és a puskám, fogd aztán menjél már. Még elmondtam volna, de a fej... Hello, sziasztok! Na, elvileg megoldódott a probléma. Mindjárt kaptok képet is, szuper! Nem tudom mi volt, folyamatosan laggolt a betöltőképernyő. Úgyhogy örülök, hogy ennek ellenére sikerrel el tudunk indulni, és itt vagyunk, és folytatjuk tovább a sztorit. Várjál, nagyon hangos lesz a zenemi, most talán már így jobb. Na, hát előbb is itt voltak sokan, de most újra itt vannak velünk Frogpati, Villő, S, titeket látlak. És még van rajtatok kívül 5 ember, úgyhogy ha üdvözlök mindenkit, remélem, hogy mindenki megtalálja, hogy ezt folytatjuk, és hogy ez a jó link. A vér kötelez, itt hagytuk abba, ha jól látom, mert ez a harmadik pálya. Így van, 20 óra 29. 27-én volt a live belőle, rendben, folytatás. Valamiért ez majd ilyen nap, srácok, tehát a FIFA-val is az indításnál volt probléma, hogy belesípolt, visszanéztem a live-ot, valóban a kártyanyitástól kb. Az első meccs közepéig hallatszik a sípolás a mikrofonnak, és utána megszűnt, majd megint, tehát hogy ma a technika nem a barátom. Hol a mikrofon, hol az OBS, stb. Tehát ott hagytuk abba a sztorit, hogy ugye beteg lett a kis... Hugo, és le kell mennünk valami cuccért, el kell neki hozni, meg ott van valami kuruzsló mágusszerűség, akiben én még nem bízok, úgyhogy innen folytatjuk, és megtanultuk a tüzes parittya vetést, és rengeteg alkohol gyűjtöttünk, meg kénytelenek voltunk alkoholba folytani a bánatot, és azzal tovább jutni. Nagyjából ennyi történt, de remélem visszanéztétek, vagy itt voltatok. Nem alkohol, kóla, csak ilyen ízlésesen. Útban a Vaudinhoz, az alkimistához, aki megvizsgálja Hugót, Amicia, Lukasz és Vörös egy nyomornegyedben találjuk magunkat, ahol ott lakókat karanténba zárták, mint a Covid idején. Megtizedelték harapás miatt, hát ugye ez a Pest is időszaka, itt zsoldosokkal és mélyből előbukkanó patkányok ezreivel találtuk szembe magunkat, melyek hatalmas pusztítást végeztek. Vaudin laboratóriumában Amíciát védelmezőnek nevezte, egy rend által adott titulus, ami a Folt hordozóval való kapcsolatát jelzi. Most itt az ideje, hogy mindhárman csatlakozzunk Hugóhoz. Hát én is ezt mondtam, csak pár szóba. Ja, tényleg esett az eső. Hát akkor esős estét mindenkinek. Való életben is kint esett az eső, úgyhogy mocskos eső, hosszú után előttünk, ne vesztegessük az időt. Hát akkor toljuk meg, nem vesztegetjük az időt, de megnézem, mit raktak itt a kosárba. Gyűjtöm a vizet. Ki kér kosaras vizet? Na, ők okosak, ők nem áznak el, mert nem mennek sehova. Nényék. Szerzetes uram és szűzanyáim. Nem túl beszédes alakok. Ja, hogy most nincsen semmi fegyverem. Egyre rosszabbra fordulnak a dolgok. Tudom, hogy aggódsz, de adj egy kis időt Vaudin mesternek. Időt? Mire? Hogy még jobban megbetegítse Hugót? Hát ez az. Vizsgálatokat végez, de tudja, mit csinál. Én azért erre mérget nem vennék. Hát ha arról futnak az emberek, nem mennék arra.
úgy bánik vele, mint egy állattal, más megoldásra van szükségünk. Mint például a sziget Hugo álmaiban, rendben. Egy álom, mit kezdhetnénk egy álommal? Az álmok igenis néha valóra válnak. Csak gondoskodj róla. Oké, törődnem kell vele, de ez már nem elég. Jó, nincsenek egy hullámhosszon, Amícia és a gyerek. Éltek, chat? Aki él, az küldjön egy emojit. Köszi, köszi. Aha. Az én szétnéznék útközben, nem-e találok valamit, de mondjuk se fegyverem, se semmi, mit tudnék felvenni, semmit nem látok itt. Helyes, helyes. Ja, és Anna Balogot is üdvözlöm. Mindenki eltűnt. Jó, hát mindenki fél az esőtől, tehát hogy esik az eső, akkor hazamennek. Mi történt oda lent? Rendben, ott kellene lenni a kapunak. Nem tudom, volt valami bűz. Ó, mentés, akkor ott lent már történik valami. Ott is van. Na, menjünk át a kapun. Szezám, tárulj! Y. Jó van, készen állsz? Igen, menjünk. Na, mi lesz a kapun túl? Jó nehéz lehetett az ilyen kaput eltolni, már nem azért. Az ilyen kis felvezető rész volt. Sztoriból legalább megtudtunk valamit, mondhatnám, de őszintén a semmiről vitatkoztak. Köszönöm Patinak és Esnek is, hogy Instán megosztottátok. Szia, Mici! Csipegetnek a csirkék. Rohadt hús. Igen, ez hentes körzet, legrövidebb út a gyógynövényárushoz. Rajta emberek, itt van minden szárnyas, amit csak kívánhatnak. Disznó, disznó sütéshez, főzéshez, ott kopasszák a csirkét. Ott meg egy disznó fel, jó napot, disznó úr. Ne hallgass a hazugságaira. Mi tudjuk, hogy milyen piszkosak a disznói. Le ne fejeljük a disznyót. Hello. Hát itt most a vegán nézőim forduljanak el. Még sose kóstolt marhát, azért mondja, hogy jó, a disznyó. Jó van, dolgozzatok, ott a városkapu. Hát akkor itt ugorjunk le, várj, ott van saláta, meg tojás. Minden rendben lesz, jó, húzzunk bele. Most lényegében lemegyünk oda, ahonnan feljöttünk. Hát köszönjük a játéknak. Első rész abból állt. Apa egyedül van otthon. Nem sokára megyünk, anya. Mi folyik itt? Itt már valami lázongás van, ott egy katona. Itt mi történik? Úgy tűnik semmi jó. Ez a körzet Arceus Viktor gróf parancsára le van zárva. Na, a Viktor itt is intézkedik. Saját biztonságuk érdekében ne próbáljanak bejutni. Dehogy nem. Hugo nem várhat. Talán valahol van egy másik bejárat, azonnal mondják meg, mi folyik itt. De akkor bújjunk bele egy disznyóba, azt menjünk át. Hova mehetnénk? Meghaltak az emberek. Kövessük őt, ő biztos tudja a másik utat. Aha, föl akar mászni. Erre a misszió. Ja nem, itt van egy ajtó! Mondom én, disznyó. Veszünk egy disznyót magunknak, kikér kóbász. Chat. Finom füstött kóbász. Kis csülköt. Elosonunk úgy, hogy észre se vesznek. Ugye ez csak vicc. De hát erről jöttünk, most mit vagy meglepődve? Jó, lélegzet visszatartva megyünk. Jaj, ne. Mindjárt idehány. Fúj, a szájába került a rothadt szar. Oké. Okay. Ez undorító rész. Na, de ez egy elmenni a jó zeneszem. Jó. Bokáig megyünk a szarban című rovatunk látható.
Egy kis bél, egy kis minden, egy kis hurka. Húzzunk már innen. A csizma talaj vérben úszik. Akárcsak az aréna, az egész hely. Itt valaki nagyon gyilkolt. Van, a végre el tudok venni egy köcsögöt. Egy edényt. Akkor itt viszont lehet, hogy mégis lesznek harcikák. Aha. Átférek, mert vékony vagyok. Ott egy láda. Na mi lesz benne? Kén és alkohol? Ócska vas, kén és alkohol. Na, fogtunk valamit. Hello Andrew, hali baj van. Hát előfordul az embereknek, itt-ott baj van. Hol fejbe, hol a valóságban. Mi történt, Andrew? Hello Attila. Aha, edénnyel tele vagyok, azt nem bírom felvenni. De szép estét nektek is, ez a szekér útban van. Hát húzzuk el a szekeret, vagy toljuk el a szekeret. Úgy is jó, figyeld, megfogod. Tovább kell mennünk, segíts. Dehogy nem. Meg vagyok vádóva, én visszafrendeltem. Epiken belül visszafrendeltem. Ó, azok megint a patkányok. Ó, nézd oda, a rengeteg patkány. Hát akkor majd remélem egyszer kijelzi. Azért mondom, ne vádaskodjunk egyből. Halipati. Na most már tudok gyújtogatni? Aha. Jó. Hogy is csináltuk a tüzes dobást? Potkány. Kijelentkezett a Discordon, és nem tudom az e-mail se jelszó, szóval próbáld meg valahogy rájönni. Azt ott begyújtjuk. Nagyon jó. Na eddig volt a happy end a játék idézőjelesen. Az nagyon durva villő. És akkor most megyünk vissza itt a lenti részeken. Nagyon jó, viszont oda kell majd egy fákja. Mit írt a tűz, ami nálam van? Nem bírtam elolvasni. Hallottad? Emberek vannak a közelbe. Hallottam, de hogy a rákba menjünk tovább? Hun van valami fa. Kellene egy fa. Hát az egy lócsontváz, igen. Biológiából ötöst a villőnek. De hogy várjál, a potkányok megölnek, hol van fa? Meg ne szólál itt a földön, olyan, amit fel tudok venni. Van még, amit én itt be tudok gyújtani? Hát igazából, hogyha eldobtuk is a tűzhez, akkor elmentek, nem? Hát, rohadtul nem. Én erre nem így emlékeztem. Na várjál. Itt csak edény van. Valahogy hidat kell képeznünk a tűznek. És ha odalökjük a szekeret, élő utálja a sport, Forti, nem, mert késő estig tart az élő. Te hívd meg. Hú, gyerekek, nem, várjátok, álljunk meg. Van egy olyan tagság, amivel tudsz velem játszani, azt hiszem 1700 forintos, úgy szoktam játszani random nézőkkel, kivétel, akit régről ismerek és barátom, de hogy ilyen nincs, hogy live után én még ráérjek. Sajnos, mert van magánéletem. Köszönöm szépen a megértést. De, hogyha van, valaki megcsapatja azt a tagságot, azt hiszem Gamer Mongoof-t a tagság, van is, aki abba van, akkor egyeztetünk előre egy napot, és az nap másfél órát játszok csak vele, olyan van. Az egy opció. Azért mondtam el, hogy van egy ilyen opciónk. Na várjál, hogyan tudok én itt hidat csinálni? Hát nyilván logikus lenne a szekeret ide tolni, de szerintem megint túl gondolom. Valamit oda kéne vigyek. Várjál, zárva? Zárva. Mert az oké, hogy ott a tűz. De nem fizethetek, mert fal törik a bankkártyát. A YouTube nem töri fel egyébként, de mondom, ez csak egy opció, egyáltalán nem is kötelesség, nehogy azt hidd. Csak mondtam, hogy van egy ilyen opció.
És Modik, az alapszabályokat dobjátok be, köszönöm szépen. Aha, ott le kell verni a desznyót, megtaláltam. Várjál. Megvan. Most csak átváltok a simára. Mondjuk nem a sima, hanem nekem a sima kavicsos kell. Azt ott leverem. Ha bárhol vesznek, akkor, és ez nem így működik, mert bocsánat, de például nekem a feleségem bankba dolgozik, és én nagyon sokat használok bankkártyát. Aha, üvegignifert vagy mit. Aha, jó. Azt hogy csináltuk? Nagyszerű, ez segít. Eres. Aha. Ez most tüzes ignifer lesz? Hát rohadtul nem. Ó, a Molotov koktél azzal a lendülettel. A húsért jöttek, hát mi másért? Ő a sok disznyó. Hát sajnálom, Attila, akkor valamit nagyon rosszul csináltatok, vagy rossz helyről vásároltatok. Na várja, innen már talán le tudom dobni a disznyót. Offoljuk a témát, köszönöm. Nem akarok leállni vitatkozni. Megfogadtam, hogy kedvesebb leszek idén, mint alapvetően. Nehéz. Várjál. Most meg nem látom, mit akartam én nekik leverni húst. Amonnan láttam amúgy. Mert ha én most innen átfutok, na várjál, most meddig kéne elmennem? Ja, semmi, itt tovább tudunk menni. Hát nem jutunk el sokkal tovább, de ott a husi-musi. Útban vannak, felakasztott tetemek. Igen, de az ott meg várjál. Szia Krisz, mi újság, ezer éve mesélj. Egyetek. Hát az szart se ért. Ja, gyújtsuk fel a szekeret. Jó, a követ parittyával, zsák salétromra. Mi? Lőj ki egy követ parittyával a zsák salétromra. Hát jó. Amikor legelőször volt a csatin, ez a game, de... Mi? Legelőször volt a csatin, de tetszett. Ez a folytatása a sztorinak egyébként. Kíváncsi leszek milyen. Hústárolásra használják. Jó. Mi a neve a játéknak? Ott van a címbe és az index képen is. Szia, John! Azt nem tudom, hogy ide kell ezt tolni, de egyelőre áttoljuk. Várj, fény! Városiak. Hát ott a disznyót leverem, akkor oda fognak menni, na várjál. Minek hoztam én most ide a szekeret? Azok ott megeszik a salétromot. Hát jó, ledobhatjuk szimpla kővel. A fele patkány oda megy, a másik fele leszarja. Hát igen, mert meg a fény miatt nem fog ide jönni. És most a tüzet. Ja, el kell oltsam a tüzet! Ó, de cseles! De nem jönnek úgy ránk. Várjál. Hol a salétromos genyó? Edény vagy? Nem, a kő volt salétromos, ugye? De ez tüzes kő, ez nem az. Hát ez nem az. Mit akar a tűzze a gyerek? El kéne oltani. De hogy? John, köszönöm szépen a 400 forintot, köszönöm. Most egyelőre nagyon nem értem. Én PC-n játszok. Tehát most a tűzzel, ezt el kéne innen tüntetni, de hol a salétrom?
Mármint ezt értem, Villő, csak hogy csináltunk salétromot? Kő parittyával, edény, ez az igniferes edény. Nincs elég alapanyag, de nincs is hozzá már alapanyagom, lehet, várjál. Nincs elég alapanyagom, az szopás. Ez minden tüzet elolt, próbáljuk meg. De ezt most mire mondod, édes csillagom? Ja, ott van egy edény, de hát. A szekérbe? De a szekeret azt tolni tudom. Á, úgy ránk jönnek, várjá! Amint elmentem, ott ránk jönnek. Ez most nagyon gondolkozós, én is ezen a gyalog, várjál. Igen, most benne van a Game Pass-be. Tehát, amíg ez itt van, biztos nem jönnek ránk, de ha most én így elkezdek elhúzni, akkor átfutnak. A tüzet kéne valami salétrommal eloltani, de nem is látok salétrom. Ott van, várja, valami, amit meg tudok innen dobni. Szimpla kővel, nézzük meg. Vagy ezeket nem tudom, mintha előbb ott valami villant volna. Ott az üst. Nem jó. Üljek a tűzre. Hát bár ennyire egyszerű lenne. Követ azért merem dobálni, mert az nem fogy ki. Hát azt még megpróbálhatom begyújtani. Nem volt jó ötlet. Hát max lesz egy game overünk. Üljön rá, Pati! Keresni kéne még eszközt. Anyád! Ne! Hát igen. Tanulság, ne hagyd ott a szekeret. És olvassuk el jobban a feladatot. Tehát, újra itt vagyunk. Azt ott begyújtjuk, de várjál, kellenek az alapanyagok, itt át tudtunk futni. Más tudom, merről jövünk, várjál, itt a szekér. Ez még több salétrom, igen, rengeteg. Ezzel lesz valami, mert amúgy minek mondaná, hogy salétrom van benne, a villőnek lesz igaza. Ebbe lesz valami, ez biztos. Ezt kell majd begyújtanunk. Halló! Ezt hogy csináltam az előbb? Ezek szétzabáltak. Ja, nem ütöttem le valamit? De most nem is látom a húst, vagy mit dobtunk ott le, de ledobtam. Itt mit csináltunk az előbb? Hallod! Hát ezek eddig nem rontottak rám! Hát megront... Ezek mi? Hogy jöttünk itt át először? Rövid távú memória mindenkinél. Mert hogy nem így. Ez hosszú lesz. És itt mit dobtunk meg egyből? This is more salt, Peter, right? Yes, a lot of it. If the people outside knew what's happening. Vagy ettől távol maradnak?
Hát a fa... Mármint... Mit csináltunk itt az előbb? Most ha lenne görgőm, vagy izé visszapörgetnék. Mit nem dobok meg? Azt biztos, hogy azt begyújtottunk, de úgy emlékszem, kettőt gyújtottunk, vagy leengedtünk egy disznót, vagy nem. John, viszont direkt ne hergeljük, a modiaim meglettek kérve, hogy semmi beszólás ne legyen a donéttel kapcsolatban. Köszönöm. Örülni kell, hogy támogatás jön. Inkább azon segítsetek, mit csináljak a patkánnyal. Hát most Zsák utcában vagyok. De ezek se voltak itt. De semmit nem ér. Srácok, hogy mentünk át? Ezt én se értem. És ha így átfutok? Hát de nekem kéne a szekér! Tóljad! Bebagolt. Fú, nem tudom mi a fejezet cím. Az ott szerintem bebagolt amúgy. Igen, csak az a kérdés, hogy itt mit csináltunk. Majd figyeljétek, mit ír, mert javasoltam úgy nekünk egy csomó mindent. Először is sima kő kell csak. És most a tüzet. Odakint találunk salétromot. De hol az az odakint? Eddig jutottunk, azt mondja, hogy találunk salétromot. De hol? Minden tüzet elold, próbáljuk meg. De mit? Hol látsz te itt salétromot, édes fiam? Tehát, hogy itt lenne a probléma, hogy találni kéne elvileg salétromot. Az odakint az pedig kint van. Vagy itt. Ja, azt hittem nyílik ez az ajtó, mert akkor röhögtem volna egyet. Hát ez most egy gondolkoztató dolog. Ennyire nem szoktunk megakadni a pálya elején. Az edényt, vagy hozzam el az edényt. Nem, hát az edénye, ugye tudok ilyen tüzes bombát dobni, de hát most minek dobjam oda? Ja, és lehet, hogy ott lesz bent? Hát, max meghalunk. Nem nagyon történik különbség ahhoz képest, ahol tartottunk. De, mert szart se értem el vele, mert annyi idő alatt át se futok. Ez így nem jó. Jó, nyugodtan nézzen utána valaki, srácok, mert föladtam. Nessai végig toltott, nála találtok végigjátszást. Egyszerűen nem látom, hogy hol kéne bármit is találnunk. És nincs alapanyagom, tehát nem tudunk tovább menni alapanyag nélkül. Vagy azért kell eltüntetni onnan a patkányokat, mert ott lesz útba. Még ez egy opció, várjál.
Hát de most ott se tudok tovább menni. A vér kötelez, hagyd el a várost, fejezet. Hát a létrát kéne megdobni, nem? Mi van, ha azt megdobom? Várjál. Innen nem bírja megdobni. De ott érzékel valamit amúgy. Vagy, várjál, gyújtsuk fel! Á, nem dob el addig. Több ötletem nincs, meg már lassan ammom se, úgyhogy jobb lesz, ha meghalunk, mert nem tudok mit dobni. Vagy a szekeret, ha felgyújtom? Nincs tüzem. Vége. Vége a dalnak. Anyám! Akkor ezt kell elsütni valahogy, de nem így. Aha! Ez eloltja a tüzet, de most megölnek a mindenhol a potkányok. Hújjaj! Jó, ez egy instant halál lesz, csak nem tudom, hogy ezt hogy kellett volna. Itt áll mellettem. Azt kell megnézni, hogy hol kell hagyni a szekeret. Mert akkor ez így erre jó, hogy eloltja a tüzet. Ez tök király, csak hogy... Ezt kell valahol ott hagyni. Szia édeskert, épp elakadtam már egy jó 8-10 percre szarakodunk. De a tűz mellé tolom, akkor engem megölnek a patkányok. Azt most megmondom. Ha úgy van, akkor pihenj egyet, Pati, itt van es meg édeskert is modizni. Várjál. That's close enough. Come, don't stay there. Wait, I'm taking something. This stuff is too useful. Alright, it's all yours now. Tehát... Stay back. Lőjem le a disznót és utána izét? És akkor mind oda fog menni, mi? Hát de ezek itt maradtak! Ez így nem jó. Ez így nem jó. Milyen hátsó disznót? Ja, látom! Nem szúrta ki a szemem a disznó. Amíg esznek gyorsan. Köszönöm! Csak összehoztuk közös erővel. Ez kevésbé esti játék, mert a logikám az ilyenkor már fele annyi, mint amúgy. De közös erővel összehozzuk, srácok. Csak meglettünk. Közben mindent is begyűjtünk. Nem állsz le! Oh. Na, lett késünk. Elvettünk egy ilyen belező készszerűséget. Csak azt hogy használod?
Ja, az emberbe tudom, már emlékszek. Na innentől pedig jönnek majd a katonák. Itt még három. Ajaj, egy katona. Csak áthaladunk. Várjon, ne! Hát engem is megsebzett! Miért támadott ránk? Nézd, megölik a városiakat. Megtisztítják a körzetet. Na, ezek a gyilkos szemétládák, de vajon miért? Gyere vissza, te fattyú, engedjenek el! Aha. Na, a nadragúját szedjük össze. Aha. Gyár csak valami Ignis akármit. RB, hogy megnyisd. Igen. Kész. Célozz a tűzre és dobd meg más. Dobj rá. Kiolcs. Jó, a tüzet le kell dobni. Hello. Azt is dobjuk le? Hát mondjuk nyilván. És vajon most visszagyújtsam, hogy el tudjunk menni? Mert ezek azonnal rám jönnek. Jó, eszközök. Zsákutca. Ide most be kéne dobjak valamit, vagy merjek elfutni? Futás. Na várjál vele, mit csináljak. Ide be kell kapcsolni a tüzet, igen. De megvolt a probléma legalább. Ezt majd mindjárt megölöm, nyugi. Mert jó lett volna amúgy. Amúgy igen, nagyon lazán fáklyázik. Mondjuk van egy késünk, az annyiba jó, hogy le tudjuk szúrni. Várjál, ki kell oltani a fákjáját, nem? A logik! Szia, Gabi Buék! Ez egy nagyon jó kis fegyver. Gyárt, mondom, craftoljunk még, de nincs belőle. Ezt remélem megölik azért, vagy miért nem halt meg? Túlélte, bakker. Ez nem volt jó ötlet.
El kell rejtőznünk. Ide jön. Hajolj már le! Hello Ash! Tetszett a FIFA 2023, én régen FIFA 2002-vel játszottam, emellett NHL, NFL, ezek voltak a kedvencek. Én is játszottam velük annó, tök jó, örülök, hogyha tetszik. Ez most egy aktív tartalom marad. És mit csinálsz, hogy tudod, van egy késem. Bújócskázunk. Ja nem bír eljönni onnan! Na gyere ide, öcseim! Hülye gyere! Mondjuk az a baj, hogy pat helyzet, mert én sem bírok tovább jutni. Ja, de itt a fákja, aha. Én tovább tudok, hogyha nagyon akarok. Igen, a patkányok farkával dobálózok, nyilván. Hagyj kiabáljon a úriember. Itt vajon ezt be kell gyújtsam? Ja, csak cuccoké jövünk. NE! Hups! Nem kell az az egykén, azt ott hagyom. Ott lent is lesz valami cucc. Rossz gomb. Még a fákjára is kellett volna, de nincsen. Gyere! Nem tudta, hogy van késem. És így akkor el tudom venni a fákjáját talán, nem? Igen, igen. Hát a fákját nem is salétromot, azt igen. Jó, hát ezt látom, hogy tudok craftolni majd megint. Van ide tüzes edényt kéne? Vagy nem, ezzel kell, bottal kell átmenni, az biztos. Várjál, nézzük meg, dobd el. Nézzük meg, hogy vannak-e kraftolási dolgok. Ne akkor kelljen. Úgy. Na most kell szorítani, hogy átjussunk ott a potkányokon. Dob már el, mert ott vannak csomóan. Tanulj már meg, Dave, hogy nem dobjuk el a tüzet, amíg a patkánya közelben van. De jó, innen kezdi.
Oda kell érnünk előttük. Hát egy tüzes dolgot biztos látok. Így. Itt mi van bent? Láda. Szerszámok lehetővé teszik, hogy munkapadon fejleszd a szerelésed. Jó, meglettek a szerszámok, lesznek itt majd fejlesztések, meg óriási kraftolások. Katonák. Hát azt is csak ki kell altatni. Megoldva! Edénnyel kellett volna kombináljam, anélkül is megoldottuk. Ja, hogy itt volt az edény, elnézést. Remélem azok nem jönnek egyébként ránk. Ja, az nem a kijárat? Hups. Aha. Mi? Ezek honnan jöttek? Oda kell valami fákja. Arról nem volt szó, hogy ott utánunk jönnek. Hol van bot? Bot nélkül nem fog menni. Ezek jöttek vajon utánunk? Vagy hogyha bedobunk egy tüzes ilyet? Hát ezt nagyon nem így terveztük. Igen. Nem az ilyen okoskodós játékokhoz vagyunk szokva. Fussunk át még egyszer. Próbáljuk meg. Most meg simán felfutottunk. Nem jött utánunk a potkány. De várja, ott meg volt húsám, most látom. Ne tüzest! Ahogy de kár volt a salétra most eldobnod, jányom. Nem nagyon érdekli őket. Ja, ez azért kell, mert most kinyitjuk, oda átözönlenek a patkányok, már értem. Összeállít a kép. Na húzzad. Van egy kis gond. Ezen a valami nincs fék, szóval rohannunk kell. Nyomd a B-t a forgatyú eleresztéséhez is. Tehát le kell rohanjak? Ez messze nem rohanás. De most mi nyílt ki, meg mi nem? Hát én le van zárva. Valaki értette, hogy mi nyílt ki? Vagy itt kell leugorni? Próbálom nézni, hogy mi nyílhat ki.
Ott se látok mozgást. Ja, ez. Ez meg jó, mögöttünk van, jó, semmi. Ez alatt kéne átmennünk. De ez lent van, gondolom, az ajtó. Nézd csak. Itt nincs ajtó. De hol van ez? Ja, a főbejárat. Megvan. Hú! Kérek egy GG-t a chatre, megvagyunk. Csak a kaja érdekli a patkányokat. Katonákat se látok. Addig örülj. Most jut eszembe, volt egy Fresco Baudin laboratóriumában egy szigetről. Láttam, Lucas azzal mi van. Baudinnak tudnia kell valamit. Jó, jó, majd megpróbálok rá kérdezni. Köszönöm, és most az anyám azt mondta. A gyógynövény áros az erdő szélénél közel lehetünk. Hát az a ház lesz, az nagy eséllyel. Nagy a csend. Fura, nemrég itt egy csomó ember volt. Nincs vér, semmi jele a dulakodásnak. Hol vannak? Egyelőre használjuk ki az előnyünket. Legyen így. Nézzünk ide be. Azt a kohót nemrég használhatták. Aha. Igen. Szép a táj amúgy. Na, mit hagytak itt nekünk? Hé, hey, ott egy munka, szerezem, fejleszheted az eszközeidet. Meg kéne nézned, ki tudja, mi vár ránk. Jó, akkor kraftoljunk, én is azt mondom. Most még egy csomó alapanyag. Elvettünk egy késecskét. És hol a munkaasztal? Itt van. Vagy nem? Hát ez nem tűnik olyan asztalnak. Ott a munkaasztal. Na, nézzük meg, mit tudunk. Puhított szárak, puhább szárakkal, amicél kevesebb zajcsap parítja használatánál, az hasznos. Ha új zsebeket var a felszerelése, amicél több alkimiai tárgyat tud magába vinni, az kellhet, mert sokszor kevés volt. Egy újabb karikával a szíjjel, amit egyel több üveget tud magával vinni. Nem annyira vagyok üveges. Újra azt mondja, hogy a szerszám, amit ócskavasat nyerhet ki üvegekből, késből, pirintből és nyílveszőkből, ha nincs több hely a táskába. Még egyszer? Aha. Hát szerintem ebből először amúgy a paritja érné meg a legjobban. Na, utána lesz a tomboló tűz. Vagy az alkímia. Hogy több tárgyat tároljunk. Mondjuk a dupla lövés miatt a parítja se lenne rossz. Azt nézem, mik lesznek még. Elvileg mind a kettőt tudjuk egyel fejleszteni. Ehhez még kéne cucc, de ehhez például jó az alkímiához. De cuki, már is jobb. Na hát hajrá, villő. Itt lejjebb is tudok mászni. Mehetünk. Ott egy holttest. Patkányok? Nem. Hát egy ember volt. Nem tudjuk, hogy mennyire volt patkány. Leszúrták, valószínűleg katonák. Nem veszed ki belőle a kést? Mindig beszokott laggolni, amikor kinyitom, ez tök lassú az egész. Igen, emlékszek, az olyan volt. Na, mit találunk itt? Egy ki üres ládát.
Itt vannak, ők is itt vannak. Megmondtam, a falak nem állítják meg őket. A tetemek a vért követik. De nem tudjuk, meddig vezetnek a vérnyomok. Na, akkor indult a gyújtogatás, mert tele lettünk patkánnyal. Ott látok egy templomot. Ott nem nyitottuk ki a ládát, várjál fiam. Kell az alapanyag. Ezt a ládát engedjük el. Annyit nem ér. Azt nézem, muszáj leszek ilyen tüzes bombát ide bedobni, mert nem látok olyan dolgot, amit meggyújthatnék. Habár. Anyám! Bocsi. Ez meglepett. Erre nem számítottam, hát én se. Átkozott gazfickó. Hát nem csak ő lesz itt nagy eséllyel. Aha, innen tudunk tüzet meríteni. Valahonnan. Hát de nem onnan. Nézzük meg ezzel, itt menjünk át. Be ne akadjak. Ott egy másik őr. Kettő őr is van. Basszus kulcs. Hát nyilván el kell altatni a cuccukat, de hogy... Azt megeszik úgy? Á, megvédi a társa. De ott miért? Na azért. Hát így nagyon nehéz dolgunk van. Azt a tüzet is ki kéne ott dobni, ami van nála. Egyébként. Figyeld. Hugóért teszem. Azt nézem, hogy mi el tudunk-e valahol menni, vagy kötelező nekem fákját minden. És nem nagyon merek mozogni, mert egy rossz lépés és megesz a patkány, tehát hogy... Nem találok fát, amúgy. Na, ott is ott vannak. Ja, itt van. Menjünk a házhoz, de várjál, ház előtt, azt még ott be tudom gyújtani. Nagyon gondolkoztatós game amúgy. Banyák, ezek most mi? Majdnem meghaltunk. Mondjuk úgy, hogy éppen nem. Na most be kell odáig mászni. És ezt be kell gyújtsam. Éppen.
Picit lerágták a katona bácsit. De nem. De csak egy pöppet. Ha nem megyünk arra. Ott van fákja. Ott egy láda. Ja, várj, ezzel a katonának adhattunk volna hangot, akkor itt valami lesz. Ha, most kérdés, hogy ezt nekem ott érdemese bedobnom. Mert most itt több irányba is mehetünk, hogy benézünk oda a házba, csak fogy nagyon a tüzem amúgy. Az meg ott átszaladt! Én itt töröm magam, te meg ott kirohansz! Hol van a feleségem? Na, a gyógyfüvekről beszél. Aha, itt ráfogja a patkányok a helyett. Látni akarja a feleségét, aha. Tennünk kell valamit. Körbevették a patkányok. Jó. Segítenünk kell neki. Meg fogja ölni, csak találjuk meg hol van. De honnan jött a segélykérés? Hú, várj, itt nagyon sok ám a katona. GG Willow. Igazából ott el kéne altatni a cuccaikat, de hogy ott is katona, nagyon sok a katona. Azt, ha én begyújtom magamnak amúgy. Megölik vajon úgy? Vagy a tűz miatt nem nagyon. Nem ölték meg, basszus kulcs. Szép estét, Jack. Hú, nem tudom, mit kéne csinálnunk. Meg kell várni, míg közelebb jön. Azt mondja, nem erre, nem erre. Nem tudom. Az a baj, itt még random nagyon sok a potkány. Amúgy meg ott egy másik katona.
Nem bírok sima palitjára váltani. Oda akarom csalni. Hogy ezt be kéne tüzelnem, de nem nagyon van már tüzem. Nem jó, nem tudom hol menjek át. Ha azt ott eloltom. Az a baj, azt sem tudom honnan kezdi, ha meghalunk. Olyan, mintha egy kicsit bebagolt volna. Hát ez nem jó ötlet volt, én nem ezt akartam. Tehát valamerre induljunk meg, max meghalunk és akkor újra töltjük, mert ennek itt semmi értelme, hogy csak egy helybe állunk. Ötletem nincs, srácok, hogy hova kéne innen menni. Most tartok ott, hogy nem tudom. Egyszerűen nem tudom. Minek kéne elrejtőzni? Ki se bír onnan jönni, mert bevagolt a patkányokkal. Jó, idáig el tudtam jönni. Kéne tűz. De nem ezt akartam dobni, hanem a sima tüzet. Annak annyi. Most oda van értelme átfutnom amúgy? Na, nyilván. Oda fogunk menni. De meg egészen értem, Attila, mi van a Stumble Guys-szal. Fingom nincs, hogy jutunk oda, srácok. Vagy hogy oda kell-e egyáltalán. Honnan kezdtük újra? Ja, itt vagyunk a templomban, jó. Igen, és megint nincs semmink. És nincs tüzem. Az úgy nice. Gotta be kidding. Trapped here. Wait.
igazából biztos nem viccből tudunk ezekbe az irányokba eljönni. De ott meg rám jönnek a patkányok. Hát lehet ez egy rövid live lesz, srácok, mert fingom nincs a továbbjutáshoz. De még próbálok agyalni. Azt sem tudom, hogy balra, jobbra vagy előre kéne menjek. Ezt az ört ki kéne innen nyírni, ez egyértelmű. És amíg őt lefoglaljuk, mi ide jövünk. Legalábbis megnézzük ezt az opciót. Mert itt van egy szekér, tehát ennek oka lesz. Előbb is kellett a szekér. Az már máshogy semmi más nincs. Jól vagyok, megmondtam, rendben van. Vagy ez nem szekér, ez egy láda? Ja, ez csak egy láda, semmi. Legyen benned valami használható. Hát kaptunk cuccokat végül is. Most itt az a kérdés, hogy nekünk mindenképp oda el kell menni, bár ott csak egy asztalt látok, vagy full a másik irányba menjünk. Próbáljuk meg. Átvergődni. Kibírja addig a fa? Hát rohadtul nem. Nem hiszem el ezt a pályát. Aha, de most innen kezdtük, úgyhogy jó irányba vagyunk. De itt meg nem tudok újabb fákjához jutni. Hát, hogy ez most nekünk jó-e vagy nem, hogy itt vagyunk, azt hát én nem tudom. Hát nem itt voltunk, itt jöttünk ki. Vagy ez egy másik ház? Nem, ez a templom. Hát full ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk, gratulálok. Egy mapot amúgy adhatnának ez a játékhoz, még mindig tartom. Akkor mégis arra kéne menjünk? Olyan érzésem van, mintha csak körbe-körbe rohangásznál.
Embereket öltek a templomban, semmi sem érdekli őket, Lukasz. De akkor lehet, hogy csak azt a katonát is ki kéne onnan iktatni valahogy. Nem tudok tüzet csinálni, mert nincs hozzá cuccom. Az mondjuk baj. De oda meg cucc nélkül nem tudok átmenni, tehát hogy... Magát a katonát meg tudom ölni. Jaj, nem jó, nem jó, pazarlok, nem simát dobtam rá. És innen... A kénnel nem megyek sokra. Elvesztem. Mert ha oda befutok, akkor ugyanúgy megölnek a patkányok. Mindjárt ott vagyunk, de akkor viszont csak oda kéne mennünk, vagy a kapuhoz? Lehet, hogy a kapuhoz. Várjál, ott egy doboz, ebből szedjünk cuccot. Na, csak egy kraftolási lehetőség van, tehát nem kéne elcseszni, hogy mit kell. Várjál, simán le tudom dobni, nem? Várjál. Aha. Oda néz. És most kell a kapuig. Gyanús, hogy azt nem gyújtottuk be. Megtaláltuk! Rendben van, Villő, köszönöm, hogy itt voltál. Ez nehéz szülés volt, de megvagyunk. Szerintem már biztonságban vagyunk, jó, rendben. Örülj, hogy nem egy ilyen szekérben vagy. Gyógynövények, Lukasz, mondd kérlek, hogy itt van. Biztos, hogy gyógynövény árusnál vagyunk, de körül kell néznünk. Hogy néz ki a nadragúja? Lila virágot keres, csillag alakút. Ez nem az. Lila virág, csillag alakú. Nincs virág, koncentrálj. Hát az messziről látszik, hogy nem lila. Hé, ide találtunk, minden rendben. Ott egy csomó lila. Nem csillag alakú. Nézzük meg a házba. Itt abba a házba. De várjál, nincs kint egy láda? Tehát kéne az egy kraftolós elem. Bár létre az van. A virágárus gyógynövényes feleségét megölték. Szemetek, kedves nő volt. Hát pusztulat álljon beléjük, szegények. Szegény virágárus, úgy értem. De akkor viszont valószínű, hogy a termék az ingyen lesz. Kerti szerszámok, ugye viccelsz, ez csak szemét. Hát én most azért örülök a kraftolási cuccnak. Vízzed a tenyerem, tiszta ideg a csaj, hallod. Amicia,
Gyere, nézd! Katonák! Nincs sok időnk. Te maradj és őrködj, ha egyetlen átkozott patkányt is lehetsz, a többiek velem jönnek, keressetek értékeket. Na, ott az egész rabló csapat. Bemennek, most mit tegyünk? Hé, mi az? Rosszul vagy? Jól vagyok. Nem, nem vagy, levegőt sem nagyon veszel. Szédülök, kalapál a szívem. Na, hat valami cucca, ugye hát a védőnek vagy minek. Figyelj, a gróf katonái begyűjtenek mindent. Meg kell szereznünk a nadrágját. Mielőtt ők találják meg, megteszem egyedül. Nem. Itt hagyjuk az amíciát, nem vagy ilyen állapotban, hogy megted. Én bemegyek, belopózok, meg tudom csinálni. Na, akkor külön válunk. Bármi történne, rohanok, nem ez az első alkalom. Na, most mi leszünk a kisgyerek? Lucas szerepébe. Mi történik velem? Basszus, rajta is hatnak a mutáns gének. Észre ne vegye a katona. Ez milyen szomorú rész amúgy. Miben, hogy nem fogja megállni? Engedj el! Jaj, ne tudtam, tudtam. Rendben, siess. Gyerünk. Ezt az átvezetés, gyerekek, csillagos ötös. Elkaptunk egy fosztogatót. Miért kell egyedül hagynod? Meg kell ments meg őt, bármibe is kerüljön. Lucas életben van, szemetek. Ó, most már tényleg harcos vagyok, várjál. Ne! Jó, rohanunk. Túl sok a katona. Oppá! Nyugi, Amícia! Ura vagyok a helyzetnek! Ne! Nem bírok bemenni miatta. El kell onnan löknöm.
Zárd ki! Ez az! Hello! Na, milyen volt a Dave, skacok? Nem így kellett volna, hanem mindenkit szépen kicselezni, elbújni, leverni, de hogy szégyen a futás, de hasznos alapon egy kis Bud Spencer-es harccal megoldható a játék. Többet ésszel, mint erővel helyett, most én a többet erővel, mint ésszel voltam. Gyere, csak itt vagyok. De ne, simát dobjál már, mert én se látok! A médiából gyilkos lesz. Én sejtem, hogy az lesz amúgy, hogy ha eluralkodik rajta ez a vírus, akkor szerintem nagy eséllyel agresszív vadállat lesz. Szinte biztos vagyok benne. És ezzel mit csináljak? Lőd ki a salétromos zsákot. Nincs időm kidobni. Nem volt salétromos cuccom. Remélem, hogy innen folytatjuk, hogy bent harcolunk. Aha. De miért a salétromos dobálom? Csókolom. Jó, azt a zsákot kell majd kidobni, most már látom, nyugalom. Mondom, nekem az a tippem, hogy nagyon agresszívvá fogok válni. Gyere, gyere, csicska! Amúgy már nagyon átmentünk agresszív gyilkolászosba. Hallod? Hát nem csodálom. Hol van? Ó, várja, jön egy ilyen salétromosos. Ojjaj, jön a boss! Nem hagyom, hogy öldös az embereim. Ne hidd, hogy végeztünk veled. Amícia átment amúgy ilyen tömeggyilkosba. Csak úgy mondom, haló. A kis szelíd kislány. Mondom, biztos, hogy amikor hat ez a cucc, nagyon agresszív lesz, és ilyen szörny lesz szinte. Konkrétan csak ölni akart, ne számítsatok gyors halálra, amit tettetek, fizettünk a hóhérnek, hogy játszadozzon el veletek egy kicsit akasztás előtt. Aha, fel akarnak minket akasztani. Le kéne ülnöd. Ez minden, amit mondani tudsz? Gyerünk, tudsz tenni jobbat is. Tiéd az egész helyőrség, miért nem mulatozol tovább? Állj le, nem! Látod, mibe keveredtünk? Csak egy gyógynövényt kellett volna megszereznünk. Szerinted Hugo, hogy érzi magát nélkülünk? Hogy érzi magát, amikor a nővérét felakasztják? Hibáztam, jó? Nem tudom, mi történik velem, Lucas, elvesztettem az önuralmam. Azt láttam. Yes.
Igen, mert ez a világ bánt és nem áll le. És vissza akartál vágni, de ezt a harcot nem nyerheted meg. Amícia, te nem olyan vagy, mint ők. Te egy Derun vagy. Hey, a bitófa mindjárt elkészül. Készítsétek elő az elítélteket. A szerkezet, mert ha szólok, ha elkészülök. Jó. Kifelé hurkotok már vár. Kész vagyok, szólj, amikor álljatok meg ott, megvárjuk a hóhért, mindjárt végez a másikkal. Az LB gomb lenyomásával kiemeld az interakciót a társaddal. Kábultság, célozz a tűzforrás arra és nyomd le az Y-t Lucas képességére. Lucas! Nem tudok paritkázni, csak rohanni tudok. Ó, szegény halottak. Mentenünk kell az írhánkat odalent. Itt kell lenni a folyosónak, tetőnek vagy valami, ez ablak lesz a jó. Ott egy tető, Lucas. Hoppá, ez magas. Biztonságos? Olyasmi, gyere. Ilyen helyekre ne álljatok, kisrácok, mert leestek. Ez egyáltalán nem biztonságos. Gyere tovább. Wow. Na végre egy kis izgalom, amúgy nekem tetszik sztori ügyileg most. Meg tudod csinálni. Sajnálom, hogy belerángattalak, ez az én hibám. Őszintén szóval ez most nem érdekel. Hát olyan halálokon vannak szegények. Itt egy másik tető, mindjárt ott vagyunk. Az beszakadna a tető, mi? Tetőcserép. Megcsináltuk? Másszunk le a tetőről, kérlek. Remélem sikerült biztosítani a területet, vagy komoly bajba leszünk. Nem tehetek semmit, kerüljünk meg csendben. És hogy kerülöd meg az őr csendben? Elkobzott holmik? A hang külvárosból, 7-es negyednél. Aha, itt le kell másznunk, gondolom. Jó az, Pati, meg jó az, John. Hamarosan felagasztják, elég nagy lesz a tömeg, ott leszek. A nadrag ujja biztos ott lesz, és talán a parikád is. Hol a kocsi? Milyen kocsiről beszélsz, édes fiam? És ez hogy úszod meg az ő részrevétele nélkül? Nem mozdul, de van ott egy tűz, van még abból a füstölő holmitból? Kábultságból igen, szólj, ha készen állsz. Aha, most tanuljuk, hogy a Lucas is most már aktív lesz és harcos lesz. Dobja kábultságot. Aha, jó. Átjutottunk. Fugó valahol odalent van, remélem jól van. Egyik amúgy már észrevett. Asztal alá gyorsan.
Na most van értelme bebújni az asztal alá, eddig sose tudtam egyik részben sem mi értelme volt. Menjünk. Azt a mindenit. Csak csendben, csak halkan, senki meg ne hallja. Ezt elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Jó, remélem, hogy valahonnan innen kezdés, nem a torony tetejéről. Vagy de. De ez eléggé az eleje. Csak haladj tovább. Ja, innen, hogy búj az asztal alá, innen megyünk. Jó, felétől megyünk, az még aránylag jó is. Ott meg lehet, hogy túl hangosan estünk le. Itt kell megvárni, amíg szerintem elmegy onnan az őr. Vajon elmegy onnan? Nem. Ez lehet, ez egy beugratós csapda volt, amiben belementem. De most nem ugyanoda mentünk vissza, ahol voltunk? Nekem úgy tűnik amúgy. Aztán lehet, hogy nem. De erről jöttünk, de. Akkor másik irány. De ott a tüzessel mit tudok csinálni? Vagy az asztalnál rossz felé jöttünk, várjál, az lehet. Vagy LB. Ja nem, ide kell a kábultság, tényleg. És én most hova? Lukászot nem bírtam bemenni. Ja, most mennek el onnan, aha. Nem, itt valamerre biztos, hogy le kellett volna menni, hát onnan jöttünk ki. De itt akkor hova akar menni a költő? Ja, már megvan. Itt az ablakon ki. Nem tudom merre. Ebben a játékban ezért veszek el, mert nem tudom merre kell menni. Fingom nincs, hogy ott fel vagy le, vagy hova. És én tényleg szeretem ezt a játékot, teszem fel a kérdést.
Tehát itt hol tudok lemenni, azt nem tudom. Az oké, hogy a kábulást kell használnunk. De nem, azzal csak ugyanoda jutunk be. Hát most itt mentünk egy kör, de mit csináljak a katonákkal? Tehát, hogy most felmegyek, ide csalom az ablakhoz, bekábítom, és utána... Tehát akkor ezen muszáj végigmenni, most így hangosan gondolkozok. Srácok, ha van ötletetek, nyugodtan. Tehát, hogy bekábítom, utána hova akarja, hogy menjek? Majdnem hamar jöttem ki. Aludni se tud, szegény őr. Majd bekábítsuk, nem tudok lejjebb ugrani, vagy hát nem láttam lehetőséget. Itt hova akarja, hogy menjek? Na még innen ki is mennek, akkor se vágom, hogy merre kéne menjünk. Rengeteg őr van, biztos nem oda kell leugrani. De hogy akkor hová akarja, hogy menjek? Bebújtunk újra ide. Előbb-utóbb majd csak elmennek, gondolom én. Majdnem lebuktam. De miért kell ide visszajönni? Hát itt már voltunk. Azt hiszem most iszik az őr. Ez sem ment el a helyszínről, tehát hogy... Én ezt most nem vágom. Itt sehová nincs út. Szia Bea, épp elakadtam megint, tehát hogy amennyire szeretem magát a sztorit, ma már második kétszer 20 percet fogom tölteni ugyanott a helyszínen. Már 5-ször körbe mentem, házon belül föl le, éppen menekülünk, börtönből nincs fegyverünk, és nem tudom merre. Hát ha lesz hozzá ideged, engem már kezd fel... Már volt egyszer, hogy majdnem leállítottam ma a live-ot. És megint meghaltunk.
Szia, Mufi! Még azon is elgondolkoztam, hogy ezt a játékot nem is fogom végigjátszani. Bármennyire érdekel a sztori. Ti hogy vagytok amúgy, Bea és Mufi, meséljetek addig. Ezt tudom, bebújunk az asztal alá, már hatodszorra csinálom, vagy hetedszerre, utána felmegyünk, lefüstöljük a csávot, és ott akadok el, hogy nem tudom merre tovább. Mert ugyan ide tudok csak visszajönni. Tehát ennyi a problémám, hogy 10 perce itt vagyunk, vagy 20. Na figyelj, legalább megjöttek ketten is, hogy ne éledne fel. Szerinted 30 is? Most mindjárt ledobjuk a hugóval a kábultságot, és itt nem tudom hova kell menni. Tehát tök jó lett egy kis füst. Vagy lehet, hogy nem is kell leugrani, hanem fönt az őr helyére, nem? Nem tudok itt sehova menni, tehát hogy... Mi a szarért kell ide lejönni? Azt mondja meg valaki. Nem értem ezt a részt. És nem ütött eszedbe streamen kívül kiviszed ezt a részt YouTube segítséggel, és utána meg streamelt tovább máskor? Nem, mert akkor gyorsan le... meg pályának a felénél vagyok. Vér köteles, szabadulj ki az erődből, és annak a negyedénél vagyok, hogy kiszabadulok az erődből. És ilyenkor most megint csak oda tudok visszamenni az asztal alá, de minek? Tehát, hogy... Itt se tudok kiugrani. Köszönöm, Mufi. Másik 4-5-6 nézőt nem zavarta eddig a fél óra szarakodásom, de legalább ti segítetek. Hát igen, John, de azért ha már valahol fél óráig baszakszik az ember, akkor inkább segíts, mint hogy még 50 percig ugyanazt nézed. Másiknál is rájöttem egyedül, hogy mire kell, meg a villővel ki összehoztuk, hogy a kén, meg stb. Az meg lett. Ezt mondom, én Mufival értek ebbe egyet. Az lesz, hogy megnézem, hogy nem ugrunk le oda. Jó, bukjunk le, és akkor megnézzük, hogy nem ugrunk le oda. Itt el tudok valamára menni? Nem. De nem jó, itt se tudok sehova ugrani. Tehát az a baj, Mufi, hogyha most meg is nézném azt az opciót, ott se tudok sehova ugrani, tehát hogy... Mert még ha lenne, vagy Mikulás leszek, a kéménybe ugrok, de hát nem. Mert ide muszáj először bejönni, hogy az őrt elkergetjük onnan. Ezért mondom, már 15631 egyszerre bebújjunk az asztal alá, megvárjuk, míg lejön, felmegyünk, bekábítjuk, és a bekábítás után fingom nincs, hova kell menni. Szia, Réka! Az egyet mi végig toltuk amúgy be, hogy reagáljak rád közben, csak már idegben vagyok emiatt a rész miatt. Vagy ott se tudok lemászni, hát keresem, hogy mi lehetne. És itt vagyok ott, hogy bekábítom a gyereket, és pingom nincs, hogy hova. Ott rengő őr van, valószínű, hogy nem enged le ott, de már azt se tudom. Arról jöttünk, arra azért nem megyünk fölfelé. Fingom nincs, Mufi. Harmadik vér köteles, szabadulj ki az erődből, hanyadik chapter, nem tudom. Börtönbe vagyunk, mert fel akartak minket akasztani, és szökünk le onnan, kb. 3 résznyi helyet szöktünk le. És megint ott tartok, hogy nem tudok sehova menni. De hülye vagyok, mert megint leugrottam.
Jó, vegyél észre. Hú, csupa nagybetűkkel írt valaki. Rendben van, szia Fabiana, csak ne írj csupa nagybetűvel. De nincsenek cuccaink, John, nem tudok mit használni. Nincsen semmi fegyverem. Mindent elvettek ugye, mert hogy akasztani akartak minket. De örülök, hogy itt van egy régi nézőm, csak... Alapszabályokat írjuk be, Pati, már régi nézem, vagy akkor új szabályokat nem biztos, hogy még ismered. Na, akkor újra mászunk, és ott megállok, amikor ezt be kell nyomni. Köszönöm, Es. Olvasd el, kérlek, Fabianna. Enyhén szóba zajcsapva jövök, de... Most nézzük meg, hogy mi van, de nem, muszáj leugranom. Vagy nem muszáj, várjál. Megnézzük, mit csinál fent a katona. Lemegy lentre. De itt semmit nem tudok csinálni. Nem jó. És erről jövünk. De amúgy visszafelé meg minek szaladnánk? Nem jutok túl, Mufiát, erről jöttünk, visszafelé mentem csak próbálkozásból, de így nem tudom. Így már végképp nem tudom. Arról jöttem. De itt nem látok semmit, ahol le tudok menekülni, vagy lejjebb ugrani. Mert ott azt néztem, hogyha fennmaradtam, ott se tudtam sehova mászni. És most megint itt tartunk. Ezt vissza fogom nézni Nessainál vagy valakinek, hogy mit nem találtam, vagy mit nem láttam én itt. Már azért már idegesítő 40 percig szarakodni ugyanazon az 5 percnyi részen se. Ott se bírtam az ablakon kiugrani, néztem. Már mindent is néztem. Na itt tartunk, hogy ugye meg kéne dobja a kábult, vagy hogyha fönt itt dobom meg kábultsággal, annál nem ajánlja föl, tehát ott biztos oda kell. Ott az ajtó, tényleg, bazd. Ott egy retkes ajtó. Most milyen csúnyát káromkodtam magamba. Köszönöm! Nem látom a fától az erdőt effekt. Én azt hittem ott kell lent szarakodni. Minek kellett oda felmenni az... De nem is kellett volna ledobjam a katona... Tényleg körbe-körbe mentem. Köszönöm! Te jó ég! Na ez nehéz szülés volt. Itt kell lenni a nadragujának, jó.
Tiéd a nadragúja, én meg megkeresem a parittyám. Keressük meg, Huna parittyám! Ha valamivel lőni kell. Amúgy amiről nem voltatok itt lányok, annyi volt, hogy volt, hogy eluralkodott a védelmező cucc az Amícián, és agresszív lett, és vagy 15-20 katonát meg kellett gyilkoljak, és ilyen megvadult vadállat lett, ilyen Bud Spencer módra öltük az embereket, tehát hogy... Fegyverek. Vedd el a kardot, kell egy kis nagy kések. Mondom, próbáljuk meg máshol. Egyre agresszívabb, tehát hogy előbb-utóbb egy biztos, hogy valami vad démon lesz a csajból, minden spoiler meg minden nélkül. Ja, jó, csak ne spoilerezzetek, mert én viszont direkt nem is néztem meg másnál, de hogy nekem az a tippem, és ne is mondjátok rá, hogy igen vagy nem, de hogy valami nagy vadállat leszek a végén. Ja, értem. Az elsőnek a vége az izgi volt amúgy, de hogy az Amíciával mi lesz, én erre voltam kíváncsi. Na, nekem is vannak olyan tartalmak, amikből belenézek, de az egészet nem. Az akkor megható lesz, rendben. Valahogy a Plektértől gondoltam, tehát hogy ritka az, hogy ne arra menjünk rá. Most meg késezni akar, mondom én, bevadulunk. Hellóka, meg vagy. Amícia megtalálta a felszerelést, és most már újra tudja használni az eszközöket és a parittyát. Végre megvan, nagyon jó. De akkor ezt nyissuk is ki. Eltörtem a késem, de megérte, egy csomó dolog van itt. Várjál, Amícia, előtte vegyed fel a cuccokat. Na és akkor tudunk craftolni. Ezt még nem tudjuk, mert nincs hozzá anyag, ehhez sincs. Több üveget tudunk vinni. Ócskavasat nyerhet ki üvegekből, késből. Ez mondjuk a craftoláshoz nem egy utolsó, de most az üveg. Jó, legyen ez. Meg akkor már ezt is fejlesszük ki, ha már itt vagyunk. Megharapja egy vérengző fennevad és átváltozik goblinnál. Vagy valami ilyen, nem tudom, hárpiává, vagy valami nagy démonnál. Na, milyen kis chilles, kedves zenét kaptunk. Hát ezt a szép szekrényt is elvinném, illetve ezt az arany köcsögöt. Kicsit rage-eltem, eldobtam a telomszobám másik felére. A chill pati. Én is rage-eltem ma annyit, hogy ezt a pályát átvisszük, és bőven elég ez most mára. Sok volt. Ó, basszus. Nem tudom, nem is érdekel. Gondoltam, hogy ez a három nem viccből van ott. Fenéből a kapu pont arra van. Túl sokan vannak, nem tudunk átosonni mellettük. És itt sem maradhatunk, kell egy terv. Nem is tudom, egy hely teli van eszközökkel. Nézzünk körül. Jó, akarok egy fejszét. Mit? Odafent. Ó, a szekér, a balisztát. Ide figyelj, elég alapanyagot gyűjtöttem össze, hogy nagy mennyiségű kábolcságot készítsek. Ha felkenjük a ragacsot a nyíl végére és kilőjük, becsapódás hatásától a súlódás keletkezik, ahhoz, hogy meggyulladjon, és elég füstünk lesz, hogy megvakítsuk őket, ha tényleg beválik, nincs jobb ötletünk. Jó, balisztázni fog a gyerek, tökéletes. Odafent van egy tekerőkar, hogy mászhatnánk fel, nem látok semmit, nem kell valaminek lennie. Duplázzuk meg az őrséget. Ne. Sietnünk kell, hamarosan többen lesznek. Hát nem tudom, ez a hely egy kuplerej, kell lennie valaminek, rendben. Viszont én megyek, túlságosan fáradt vagyok, rendben van, menjél John, köszönöm, hogy itt voltál. Aha, szekrényt. Viszont az elejétől úgyse terveztem aludni, helyette pakolás, meg más volt, rendben. Ki kéne játszanom nekem is ezt a játékot, nagyon idegörlő, amúgy.
Túlságosan csendesek, felfordulás, most az előnyünkre játszik. Kezdenek félni. Na, oda eltoljuk. Nagyon jó. Ott is van valami, és hogyha ezt én ledobom. Jó, tekerjük a kart. Resident Evil 2-t nyomom. Na, igen, igen, ismerem. Szia, kis Eszter, hogy vagy? Mi újság? Van rajta ellensúly. Megtartatom a tekerőkart, ha akarod. Rendben, valahogy biztos meg lehet szabadulni a lánctól. Akkor tartsd meg a tekerőkart. Én meg akkor a láncot lelövöm, vagy valami. Szerintem az lesz. De miért nem tartja meg akkor? Ja, így, interaktívjuk tényleg. Naturally. Működik? Ha igen. Átkozott zár. Aha. Lánc elszakadt, leengedheted. Toljuk gyorsan az ajtóhoz. Na jöhet a balisztázás. Csak egy lövésünk van. Hát akkor mindent vagy semmit alapon. Készítem az ujjamat az együttműködésre. Várj, kábultság, az őrség, Lukas. Most már nem számít. Toljad meg, Lukas! Rajta vagyok, kar bal oldalt. Mikor kinyitod az ajtót, nem akarom, lőj rajta, szükségünk van a súrlódásra. Micsoda, de még azt se tudjuk, átmegy-e rajta. Lőjünk! Hoppá! Na, mindjárt lövünk egy olyantot, és kirohanunk innen szerintem, mint a vadállat. Készülj! Vov! Azt hittem, nekem kell futni, már fölkészültem a futásra. De ez látványos volt. Végre, valahára mi tartott ilyen sokáig? Hát én... gyógynövényárus nem volt ott, amikor megérkeztünk, ezért várnunk kellett, de megszereztük mindet. Ezt be kell adnunk neki, igen, már így is elég időt vesztegettünk. Hogy van? Kimerült, ahogy lenyugodott, álomba is merült. Kérlek, mondd meg neki, nem lesz baja, a legjobbakban ebben biztos lehetsz. Remélem is az ön érdekében. Mondom, hogy agresszívak lettünk. Jó, szegény. Hú, csak meglett ez a chapter feladat rész is. A védelmező kötelessége, ezt már következő live-ba fogjuk folytatni, mert elfáradtam rendesen. Attól független remélem, hogy jól érezte magát, aki itt volt, és hogy jól éreztétek magatokat. Ma ez már ugye a második live, délelőtt volt egy FIFA-nk, hogyha van kedved, nézd vissza, illetve volt egy montázs is tegnap az első FIFA-ból, azt is érdemes visszanézni, vagy akár a Plague Tale első részét, illetve ezt is, hogyha lemaradtál róla. Holnap, kora délután lesz egy Among Us, ahol várlak titeket, ha jól emlékszek, az van holnap. Mert úgy lesz, hogy mi Janával elmegyünk egy Star Wars múzeumba délelőtt, és attól függően, hogy érünk vissza, úgy lesz majd a kezdés, és délután pedig már 5 után programunk van ismételten. Nem tudom, de nehéz, de meg kell tennünk kis előzetes, már 2 nap telt el. Hogy tudsz állni és nem tenni semmit? Nem ezt érdemli. Kiüttatom onnan, Amicia ne, az utolsó fázist elérő hordozó nagyon ritka esetekben van, súlyos esetekben mostantól karanténba kell zárnunk. Rendnek vannak speciális épületei erre a célra. El akarjátok zárni? Te mire képes az összét? Sokkal rosszabb is lehet.
Hé, ő még csak egy gyerek, ez nem az ő hibája. Minél jobban bántják, annál több patkány lesz odakint. Annál több ember hal meg, ezért kell elvinniük, az ereje úgy fog nőni, ahogy a napjai fogynak. Mester, kérem! Mi az, hogy ez? Amicia Hugo halálra van ítélve. Az utolsó fázis hordozó halálát jelenti. Nem, nem kell lenni egy másik lehetőségnek. Lukasnak sikerült. A barátod időt nyert neked, amikor öcséd elérte az első fázist. De ez valami más, nem lehet megállítani. Ó, se főzetekkel, se gyógyitalokkal. Várjon, van egy sziget, folyton egy szigetről beszél. Talán kapcsolatban van a folttal. Ez egy dajka mese. És akkor mit keres a dajka mese a laboratórium a falán? Ott a pont! Mi van ott? Szegény lány, elfutsz a valóság elől. El kell fogadnod az öcséd magad sorsát. Védelmező sorsa pedig, hogy a rend parancsait kövesse. Ez de egy genyó ember. Tessék a rendre, teszek a rendre. Én is nem magának dolgozom, engedjétek meg, hogy lássam. Kimerült, nem mehetsz be hozzá a szobába ilyen állapotba. Engedj át! Megüti mindjárt az anyját, nem ameddig nem nyugszol. Te magad mondtad, a folt az érzelmeiből táplálkozik. Üss már egyet oda! Ilyen agresszív voltam én is. Amint lehet a rend, márszai szálláshelyre megyünk, megvan a hajó és az emberem. Joseph kikötőben várakozik, szólni kell neki, ha engem kérdeztek. Én lepihenek, tudassátok velem, amikor készen álltok az indulásra. Lukasz, kérlek, menj a kikötőbe és találd meg Josephet. Igen, mester. Na, ez már telepatikusan mondta neki. Amicia, neked is jönnöd kellene. Vagy lehet, hogy nem ő mondta. Ja nem, az anyuka mondta, azt hittem az Amicia mondta telepatikusan. Legyetek óvatosak, mindketten. Jól érzed magad? Nem, tudtál Hugóról? Én el akartam mondani, de kellett volna az öcsémről beszélünk, Lukasz. Nem tudtam, hogy Vaudin mester így fogja elmondani. Atyám, nem tudom, aj, menjünk. Fú, nagyon idegbe fogjuk folytatni a sztorit. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Mindenkinek további szép estét. Holnap délután Among Us. Valószínű, hogy bujócska móddal fogunk többet játszani, mert nagyon tetszett nekem. Ki fogjuk újra próbálni, mármint hogy megkipróbáltuk, de tetszett, értitek, na, és akkor holnap írom, hogy mikor találkozunk, mert pontosan csak akkor tudom, mikor a múzeumból hazaértünk. Legyen további szép estétek, Monguftakát, sziasztok!